A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról, illetve a gondozásukról szóló törvény és kormányrendelet szerint 2013 végén alakult meg a Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság. Az egyéni kezdeményezések nyomán először 16 nemzeti értéket vettek fel az értéktárba. Nemzeti értékként bekerült a Besenyei Szobor, a Bokortanyák, a Nyíregyházi Kantemusz Kórus Munkássága, a Nyírség Táncegyüttes Munkássága, Sóstó Gyógyfürdőmény Gyógyhely, a Sóstói Múzeumfalu, a Sóstózó, a Szabolcsi Néptáncegyüttes Munkássága, a Tirpák Népi Építészet, Kródi Gyula Irodalomtörténeti Munkássága, Szikora Tamás festőművész alkotásai, a For For Dance tánc együttes eredményei koncepciója, a Hősök Temetője, Dr. Ejzert Tárpád úttörő szívsebészeti tevékenysége és a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom és Bárány Frigyes művészeti tevékenysége. 2015 nyarán újabb öt új érték került be a helyi értéktárba. A települési értéktár része lett a Nyíregyházi Huszár, Dr. Erdés Sándor néprajzkutató, múzeum alapító szakmai munkássága, a Nyíregyházi Sóstói Erdő, dr. Korompai Lekner Károly kórház szervező és sebészi tevékenysége és a Nyíregyházi Főiskola Tuzson János Botanikus Kertje, mint növényi ritkaságok gyűjtőhelye. Négy új javaslat érkezett a Nyíregyházi Települési Értéktárba az év második felében, erről döntött a bizottság decemberben. Így került be a 25 érték közéjén már a Józsandás Múzeum, mint a helyi értékek gyűjtőhelye, a Nyíregyháza legrégébb iratainak gyűjteménye, amely a levéltárban, a megyei levéltárban őződik, illetve a Szent Atanáz könyvgyűjteménye a könyvtárnak az értékes darabjaiból, valamint a borsodi féle vívórendszer. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság az elmúlt évben elindította az Értékes Esték című programsorozatot, melynek keretében egyenként mutatják be a helyi értékeket az érdeklődőknek.